A hangyatojás gyűjtögetése a 19. század közepétől Magyarország több településén rendszeres pénzkereső tevékenység volt, amellyel elsősorban szegényebb sorsú emberek foglalkoztak. E kihalóban lévő foglalkozást már csak néhányan űzik, így a Kállón élő 77 éves Székely Lajos, aki az ott hangyázásnak nevezett tevékenységet gyermekkorában tanulta édesapjától. Egyszerű felszerelésével még ma is gyakran útra kell, faluja és a szomszéd települések határában gyűjtögeti a hangyatojást. Fiatalabb korában 40-50 kilométerre lévő területeket is felkeresett. A hangyabolyokból, zsombékokból, a hangyatojást a hangyák egy részével, valamint a bolyban lévő gazzal, fűszálakkal együtt, kiskapa segítségével egy zsákba gyűjti. Soha nem szedi ki az összes tojást és a hangyákból is csak annyit, amennyire a későbbiekben szüksége lesz. A kibontott zsombékokat mindig betakarja. Ez biztosítja számára, hogy a bolyt később újra felkeresheti. Egy-egy zsombékhoz évente többször vissza lehet térni. Van olyan hely, ahová fiatal kora óta visszajár. Tapasztalatból jól ismeri a különféle hangyafajokat. Pallagi hangya, főt hangya, erdei hangya, vörös hangya, és így tovább. Azok tulajdonságait és különféle méretű tojásait. Nincs benne semmi. Mok, a apróra terem. Megfigyelése szerint a zsombékokban, a tojás koszorúban körben helyezkedik el. Mennyisége zsombékonként néhány decilitertől 5-6 literig változik. Az évszaktól, napszaktól és az időjárástól függően átlagosan 6-8 liter tud összegyűjteni egy nap alatt. Eredményesen hangyázni április közepétől szeptember elejéig lehet. Akácvirágzás idején gyűjthető a legtöbb hangyatojás. A munkát mindig kora hajnalban kezdi, legelőkön, réteken délelőtt 10-től 11 óráig, erdőkben egész nap gyűjtögethet. Amikor erősen süt a nap, nem lehet hangyázni, mert a hangyák mélyre leviszik tojásaikat. Miután minden zsombékból összegyűjtötte a tojást, elindul az eresztő helyre. A legtöbb lelőhely közelében évtizedek óta van eresztése kialakított helye. Itt a kiskapával megtisztít egy néhány négyzetméteres területet, majd 25-30 cm átmérőjű és ugyanilyen mélységű lukakat mélyít a földbe, egymástól másfél-két méter távolságra. Legalább 4 lukra van szüksége, de az összegyűjtött hangyatojás mennyiségétől függően a lukak száma a 14-16-ot is elérheti. Az eresztőhely elkészítése után harasztott, falombot törd el a közeli fákról. Legalkalmasabbnak a cserharasztot tartja, de megfelel az akáclomb is.
benne hagyom. A hangyák árnyékos, védett helyet keresnek tojásaiknak, ezért azonnal elkezdik azok hordását a lukakba. Az eresztő helyet néha körülszórja másfajta hangyákkal. A pallagi hangya eresztésénél vörös hangyát szór szét, amelyek megakadályozzák a tojás távolabbi helyre való hordását. A lyukak közé öntött tojás tetejéről időnként legerebjézi a gazt, törmeléket, így könnyíti meg a hangyáknak a hordást. Ezt a munkamozzanatot egy lézdarabból és szögekből készített kisgerebjével végzi, amelyhez mindig az eresztés helyén vág nyelet. Ha az összegyűjtött tojás nagy mennyiségű, az eresztés több óráig is eltart. A hordás befejezése előtt a magával hozott hamvast, lepedőt leteríti a földre. Amikor a lukak megtelnek tojással, kiveszi a harasztot, először puha rongyal, parhét kendő darabjával megpróbálja eltávolítani a még ott lévő hangyákat, majd marékkal a rostába szedi a tojásokat. A kiszedett tojást a hamvasra önti. A még rajta lévő hangyákat az előbbi puha rongydarabbal szedi le, vagyis lehangyázza a tojást.
szélvédett helyen tüzet rak a pörköléshez. Új, de ég csak lomog, eh? A pörkölés célja a tartósítás. Egyszerre 2-3 liter hangyatojást tesz a rostába, amelyet kis tűzön 1-1,5 percig pörköl. E művelet nagy figyelmet és hozzáértést igényel, mert ha nincs jól megpörkölve, akkor kikelnek a hangyák. A túlpörkölt tojást szintén nem lehet eladni. Az összegyűjtött és tartósított tojást hazaviszi, ahol madaraktól, macskáktól védett helyen, általában a padláson kiterített ponyván tárolja. A hangyatojás gyűjtögetés távolabbi múltjáról írásos dokumentumok, feljegyzések hiányában csak keveset tudunk. A szorványos néprajzi adatok tanúsága szerint a hangya, a hangyaboly és a hangyatojás régen a néphitben és a népi gyógyászatban játszott szerepet. Pénzkereső foglalkozássá a 19. század második felében vált néhány faluban. A Kálló és Budapest közötti 60 kilométeres út nagy részét a század első felében a hangyatojás gyűjtögetők gyalog tették meg. Székely Lajos 60 éve hordja a hangyatojás Budapestre. Az utóbbi évtizedekben már autóbusszal és hévvel utazik. Fiatalabb korában hetente felkereste az állatkertet, ma már csak ritkábban. Nagyobb mennyiségű tojást hátikosárban, kisebb mennyiséget kézikosárban vagy szatyorban szokott szállítani. Megérkezés után megméri és átadja a hangyatojást az állatkert illetékes dolgozójának. A két világháború közötti időszakban 2 pengőt, az 1940-es évek második felében 8 forintot, ma 125 forintot kap 1 liter hangyatojásért. A hangyatojás legfontosabb felvásárlója az 1862-ben alapított budapesti állatkert volt, ahol azt különféle madarak, kisrágcsálók, valamint majmok etetésére használták fel és használják ma is. Vásárlóik közé tartoztak és tartoznak a díszmadár kereskedők is.